Fető Istvánról szeretném elmondani, ő a második bátyám, és nem mint bátyám van itt, hanem mint szerző író, és a 16 esztendő alatt, amiben rendezvényeket szerveztem, ő majdnem mindben részt vett. Ez kb. 50 vagy 60 eseményről szól, tehát őt így is köszöntjük, és a verseivel hallgassuk meg őt. Kit fogsz bemutatni? Szóval én vagy Pető vagyok, valami kis kapcsolatom van a Petőfi Sándorral, legalább névben. Aztán a különbség az, hogy ő is írt verseket, meg én is. Hát most tőle olvasok egy kicsit enyhén humoros írás, ami arról szólt, hogy az élet ő fölött és docögött. Az a címenek a kis versikének, hogy Csendes élet. A nevet mond a költő nevét. Petőfi Sándor írta. 1847. októberében Koltón. Én sem tudom, hol van, de akkor is úgy írta. Szóval a csendes élet. És vége a komédiának, a fügy, a taps elhallgatott, a nagy függő szépen legördült, és én ott hagyám a színpadot. Most itt vagyok, oly messze-messze, 100 mérföld tőlem a világ, ki egykor azt becsavarogtam, mint egy garagonciás diák. Itt ülök feleségem mellett, ebben a csendes kis faluba, egykor szűk volt a föld, imé most eléget szűk kis tanya, szoba. Itt nézem hajnalt és az alkonyt, és feleségem mosolyát, szemem nem kíván többet látni, bármely kevés is, amit lát. Kitette volna fel felőlem, hogy így furcsa járok még. De mikor olyan furcsa dolog, egy portéka a feleség. Hát ezt írtam, néztem ki magamnak hirtelenjébe, de hogy azért ne legyek itt ilyen árván magamba, hoztam egy saját verseket is. Csak hát